Köszöntöm nézőinket, Önök a Kultúrszobát látják, Lehel Kata vagyok. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. Szent Lászlóra emlékeztek Szekszárdon. 2 év után megtartották a Keszeg Fesztivált Bátán. Vigyázat, csalok címmel nyílt kiállítás. Ete mezőváros kutatásáról beszélt a Kultúrkortyokban Vizi Márta múzeológus. Szekszárd védőszentjére, első Szent Lászlóra emlékeztek a Tolnai megyeszékhelyen. Az uralkodó szobránál Gréci félegyházi gyöngyvér, a helyi szociális bizottság elnöke mondott ünnepi beszédet. Közösen vonultak fel a Béla király térre a Szent László napi emlékezők. A 11. századi uralkodó szobránál megtartott ünnepségen Gréci félegyházi gyöngyvér, a megyei jogú város szociális bizottságának elnöke arról beszélt, hogy Szent László, Szekszárd védőszentje, az uralkodását sújtó háborúk ellenére is meg tudta erősíteni az országot. Intézkedéseivel királyunk megszilárdította a magántulajdon intézményét, az egyszerű embernek biztonságot adott, és kiszámítható életet. Sőt, a legenda szerint kiutat mutatott a járványból is. Tisztelt ünneplők! Sok évszázad távlatából Szent László országépítő tevékenységét is meg tudjuk ítélni. A német terjeszkedéstől, a pápai hűbértől és a keleti nomád népek pusztításaitól egyaránt megvédte az országát, és biztosította a független magyar állami létet. Szent László többször megfordult Szekszárdon. Az apját, első Bélát ugyanis a mai Vármegyeháza udvarán található egykori apátságban temették el. Uralkodása nem volt könnyű. Az alig 2 évtizedet, míg trónon ült, háborúk sújtották. Fölkerekedett Lackfi a sereggel, és átmentek a hegyeken keresztül Moldvába. A tatárok s a magyarok között szörnyű nagy harc kerekedett. Atlamoszkán serege akkora volt, hogy oly sok volt benne a tatár, mint égen a csillag, réten a fűszál. És a harmadik napon körbekerítették a magyarokat. És a magyarok akkor régi szokás szerint az Úristent és Szent Lászlót hívták segítségül. És amikor a negyedik napon újból csatázni kezdtek, a magyarok aztán nagy győzelmet arattak a tatár sereg fölött. Azt, hogy László király korának egyik legkiválóbb stratégiája volt, mi sem bizonyítja jobban, hogy alig 2 évtizedes uralkodása alatt nem csak Magyarország koronáját tudhatta magáinak, de néhány évig a mostani Horvátország első embereként is tisztelték. A székelyek tudták már, hogy az a koronás szellem, aki bárddal harcolt, senki más nem lehetett, csak Szent László, akit segítségül hívtak. És a tündérű szépségű hölgy, aki holtsarlón állott, és napba öltözött, és óvta a lovagot a tatárok fegyvereitől, csakis a csíksomjói nagy boldogasszony lehetett. Szent László, bár korának kimagasló évű, Európa szerte elismert politikusa volt, sohasem feledkezett meg Szekszárdról. Nehezen is tehette volna meg, hiszen édesapja, első Béla sírja, amit ugyan máig sem sikerült pontosan feltérképezni, de minden elbeszélés alapján tudható, a mostani Tolnai megyeszékhely egykori apátságjának romjai alatt, a mostani Vármegyeháza udvarának alján található. De mi volt Szent László titka? Mi emelte ennyire mindenek fölé? Mai szóval, mi volt népszerűségének oka? A népszerűségé, amiért a mai kor embere oly sokat hajlandó áldozni. Igyekszik szebbnek látszani, jobb helyen nyaralni, nagyobb autóval mutatkozni, okosabb telefonnal járni. Mindez pedig lehetőleg a legtöbbek tudomására hozni a világhálón keresztül. Nyilvánvalóan a népszerűségért. De gondoljunk csak bele, leszünk-e földi javainktól 800 éven át népszerűek? Biztosan nem. Hiszen Szent László töretlen kultuszához képest csak perceknek tűnik egész életünk. László sem gazdagsága okán vált a magyarok egyik legnagyobb királyává. Sokkal inkább tettei határozták meg népe hozzávaló viszonyát. Ehhez pedig mostani ésszel felfoghatatlanul kemény eszközökre volt szüksége. Csonkítással és halállal büntette azokat, akik a közösség normái ellen vétettek. És bizony olyanok akkor is szép számmal voltak. A többség viszont megértette, hogy a közös cél érdekében áldozatokat kell hozni. Koronáját belső ellenségtől, országát külső támadóktól kellett védenie. Nem parlamenti beszédekkel, hanem karddal. 20 évig sem uralkodott,
életét végig kísérte a harc. Áldáz ellenségeink, a kunok és a besenyők mégis inkább neki adták meg magukat, ha választaniuk lehetett, mert az ő könyörületességében bízhattak. De bízhatott benne népe is. A sorozatos belviszályok után Lászlónak helyre kellett állítania a közbiztonságot. Két év kihagyás után újra megrendezték a Keszeg Fesztivált Bátán. Volt főző és sütőverseny, kulturális programok, de a szinte minden évben megrendezett elszármazottak találkozóját is most tartották. A rendezvény egyik jeles pillanata viszont az volt, amikor bemutatták a jövő évi sárközi lakodalom jegyes párját. Mézes kalács, zsibvásár, halászlé és az elengedhetetlen sült keszeg és kárász. Ezekből már tudja az ember, hogy Bátán jár a Keszeg Fesztiválon. A település egyik ikonikus rendezvényét két év után sikerült megrendezni. Az érdeklődőket kulturális műsorok, kézműves vásár és finom falatok is várták. Ezúton is köszönöm a kollégáimnak, akik mindent megtettek ezért, hogy tényleg minden a helyén legyen a mai óráig, és remélem még sokáig fog tartani ez a fesztivál, tehát tényleg mindenki kitesz magáért. Mivel a koronavírus miatt már több éve elmaradtak a település hagyományos rendezvényei, most ide szervezték az elszármazottak találkozóját is, amikor olyan emberek és hozzátartozóik térnek vissza a faluba, akik egykor itt éltek. Nagyon szívesen jövök most már több alkalommal erre a fesztiválra, ahol úgy látom, hogy az elszármazottak és az itt lévők is nagyon jó kapcsolatot tudnak tartani. Azt mondhatom, hogy nagyon jó vezető van, ahol a hagyomány ennyire becsbe van tartva. Minden elismerésem az ilyeneknek, akik a jövőbe adják a múltat, és az idős szülők, akik még élnek, becsben őrzik ezeket a rendezvényeket és azokat a ruhákat. A rendezvényen nem csak a kulturális műsort és a finom falatokat élvezhették az elszármazottak sem. A nap során minden jelenlévő megismerhette a jövő évi sárközi lakodalom házasulandó párját is. Bemutatjuk a sárközi lakodalom 2023 vőlegényét és menyasszonyát. A vőlegény Imrő Péter, a menyasszony Karádi Anita lesz. Óriási bejelentést tettünk ma, hiszen hosszú évek óta úgy néz ki, hogy 2023-ban újra megrendezhetjük a sárközi lakodalmat. Ahogy említettem, 1966-ban rendeztek először sárközi lakodalmat, és ugye nem minden évben, hanem több évente szokták általában a sárközi települések összefogásával megrendezni. Mindig más-más település rendezi a sárközi lakodalmat. 2023-ban Báta lesz a helyszín a sárközi lakodalomnak, és a pandémia óta most ez az első ilyen nagyszabású rendezvény, ahol mind az öt sárközi település be tudja mutatni a népművészetét, a képzőművészetét, a gasztronómiai kínálatát, és bízom benne, hogy ez egy olyan rendezvény lesz 2023-ban, ami nem csak nekünk sárközi embereknek nyújt majd felhőtlen kikapcsolódást, hanem nagyon remélem, hogy az ország számos pontjáról fognak majd ide érkezni, és megtapasztalhatják a bátaiak kiváló vendégszeretetét. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos volna az, hogy kimozduljunk a komfortzónánkból ezeknél a rendezvényeknél, és nagyon szép, hogy magunknak megszervezzük, így az öt sárközi település magának megszervezi ezt a rendezvényt. Én azt gondolom, hogy van kellő támogatás, mind anyagi, mind szellemi, mind elvi támogatás a tekintetben, hogy ezek a egyébként nagymúltú fesztiválok országos rendezvényekké nőjék ki magukat, úgyhogy én azt gondolom, hogy a település vezetőknek és nekünk így a Tolna megyei vezetőknek mind azon kell dolgozzunk, hogy ezek a rendezvények ezek valóban turisztikai szempontból is kiemelt fontosságúak legyenek. Báta úgy szeretné megrendezni a sárközi lakodalmat, hogy nyitni a vidék turizmusa felé, tehát mi nem nagyüzemi ételeket szeretnénk biztosítani az ide látogatóknak, hanem igazi bátai, a skondérba főtt tyúkhúslevest, vazslábosba főtt pörköltet, és így tovább,
amit úgy szeretnénk szervírozni, ahogy a régi időkben volt, mert a hagyomány az hagyomány, az ételkultúra, a gasztronómia az meg kell, hogy legyen. Tehát, és arról még nem beszélve, hogyha ide látogat a vidéki, akkor annak enni és inni kell adni ezért. Nagyon szeretnénk megnyitni udvarokat, házi ételeket biztosítani ebédre a vendégeknek, természetesen tájjellegű és bátai ízekkel, és hát gondolom lesz pálinka udvar, borudvar, ez az amaz, tehát kézműves udvar, tehát szeretnénk egy színvonalas olyan rendezvényt biztosítani, ami nem csak az öt sárköz szórakoztatására, vagy ünneplésére szolgál. A Tolna megyei közgyűlés alelnöke szerint a Kárpát-medence egyik legerősebb és legszínvonalasabb népművészeti egysége a sárköz. Hogyha megnézzük ma egyébként Európát és megnézzük a világ működését, akkor igenis azt gondolom, hogy ahhoz, hogy Magyarországot Magyarországnak hívják a következő 100 évben is, ahhoz nekünk most kell ezeket a tudásunkat, ezeket a hagyományainkat, ezeket a tapasztalatainkat továbbadni a következő nemzedék számára, hiszen Kodály Zoltán is megmondta, hogy kultúrát nem lehet örökölni, és az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, hogyha minden nemzedék újra és újra meg nem szerzi ezt a tudást magának. Úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy ezt a népművészetet, a népművészeti örökségünket, a kincsünket a következő generációk is ugyanúgy, ahogy a mi generációnk is megtanulta és használta, és ezek ugye nem csak néptáncos motívumok, meg nem csak népművészeti motívumok, hanem mindegyik ilyen népművészeti csoport mögött egy közösség áll. Egy óriási közösség megtartó szerepe van ezeknek az együtteseknek, ezeknek az egyesületeknek, és hál' Istennek Magyarország kormánya támogatja is ezeket az egyesületeket, hiszen a Csóri Sándor programnak köszönhetően volt lehetőségük arra a néptáncosoknak és a zenekaroknak, hogy új viseleteket vásároljanak, zenekarokat fizessenek ki, a működésükhöz támogatást tudjanak szerezni, úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy ma a népzene és a néptánc a jó periódusát és jó szakaszát éli. A sárköz legnagyobb rendezvénye várhatóan óriási turisztikai látványosság lesz, így az ország minden tájáról és a határon túlról is várják majd az érdeklődőket. A pontos időpontról egyelőre még nem lehet tudni. Megnyílt a Vigyázat, Csalok című Rodolfo kiállítás Szekszárdon a Vosinszky-Mór megyei múzeumban. A világhírű magyar bűvész munkásságát bemutató tárlatot december 11-ig tekinthetik meg az odalátogatók. Ezer mutatványt és kombinációt ismert, és még túl a 70. születésnapján is napi 4 órát gyakorolt egy 2 méteres tükörben ellenőrizve mozdulatait. Éppen 111 éve, 1911. májusában látta meg a napvilágot egy budapesti betűszedő fiaként Rodolfo, a világhírű bűvész, érdemes és kiváló művész. Rodolfóról azt kell tudni, hogy egy nagyon nagy hatású bűvész volt, magyar bűvész, a maga idejében, és szerintem még most is nagyon korszerű, amit csinált, és nagyon népszerű szerintem még most is. Ezeket kézzel készítette, azok a bűvész dobozokból valók, ahol az arca van a hátoldalán a kártyáknak, ez egy 25 kártyatrükköt tartalmazó, ez volt az első magyar nyelvű bűvész doboza, Angliában jelent meg különben először bűvész doboza. És akkor utána megjelent itt Magyarországon is több, amik nagyon népszerűek voltak. De abban az időben szerintem szinte minden gyereknek volt Rodolfo bűvész doboza. Ezúttal a Vosinszky-Mór megyei múzeumban nyílt kiállítás a bűvész életéről, munkásságáról és az ahhoz szükséges tárgyakról. 1987-ig élt, egy zsidó családban született, egy nagyon szegény zsidó családban a Józsefvárosban, és akkor úgy találkozott a bűvészettel, vagy úgy kezdte el érdekelni a bűvészet, hogy a testvéreivel a Lágymányosi Dunára mentek úszni, ott valaki fuldoklott a vízben, és ő mentette ki. 14 éves volt ekkor, és
Ez egy kínai gyöngyárus volt, akit kimentett, és hálából mutatott két trükköt a gyerekeknek, és ő neki eszébe jutott, hogy tanítsa is meg rá. És akkor megtanulta, másnap pedig a Mátyás téren bemutatta a barátainak ezt a két trükköt, és arra sétált Audrey Zuard, Audrey Árpádnak a híres színésznek a bátyja, és megkérdezte, hogy ezt hol tanultad ezt a trükköt, fiam. És mondta, hogy tegnap tanulta, és mondta, hogy ne hazudjál, mert ez túl jól megy ahhoz, hogy ezt tegnap tanultad. Akkor a bátyja, Rodolfónak a bátyja mondta, hogy de tényleg ezt tegnap tanulta a Rudi, és akkor mondta Audrey Zuard, hogy gyere föl hozzám, és ha ügyes vagy, akkor én ingyen foglak tanítani. És akkor így kezdte el az alapokat tanulni, és akkor utána így folytatódott egyre, és akkor profi bűvész lett belőle. Rodolfo jelentkezett a Magyar Amatőr Mágusok Egyesületébe is. Ahol olyan tekintetes urak, nagyságos urak voltak a tagok, és akkor őt nem vették ide föl, pont azért, mert ő viszont nem tartozott közéjük, ő akkor a Gál úri divat üzletben volt egy segéd. Mondta az elnöke az egyesületnek, hogy ő nem fogja fölvenni. Nagyon jó volt a műsor, amit mutatott, a bemutatkozó műsora, viszont nem fogja fölvenni, mert hogy képzelik azt, hogy egy tekintetes úr egy klubba jár egy segéddel, egy boltos segéddel, és akkor elkeseredett, viszont a bátyja mondta, hogy jó, hogyha nem lehetsz amatőr mágus, akkor legyél profi. És akkor így ő letette a profi vizsgát. Ebben volt az utolsó föllépése, ebben az akkóban lépett fel utoljára 86-ban, és akkor utána még az elkövetkező időkben már sajnos nem tudott, rosszul lett a színpadon, és akkor az orvosa először biztatta, hogy majd jó kevesebbet fogsz föllépni, akkor hetente egyszer, azt mondta, jó, havonta egyszer fölléphetsz még, és akkor végén már meg kellett neki ugye mondani, hogy most egy ideig nem léphetsz sajnos föl, és akkor 87-ben ő megtudta januárban, hogy a felesége gyógyíthatatlan beteg, akkor felesége kórházba került, és akkor meg is halt. Föllépett a kártyagyárnak is többször. Föllépett, és ő cserébe nem kért pénzt, hanem azt kérte, hogy nagyon nehéz ezeket a preparált kártyákat beszerezni, pláne magyar kártyában, és akkor ő azt kérte, hogy gyártsanak neki ilyen preparált kártyákat. Ezeket úgy láttam, mert ez kezemben is volt, innen a vitrínből már nem látszik, hogy ezeket viszont ő maga csinálta, kézzel ragasztotta őket. Határon túl is igen. Ő ott is járt sokat. Hát az első időkben, amikor a Rodolfo revű megalakult, akkor Bulgáriában, Egyiptomban, Törökországban, Görögországban, és akkor utána eljutott 56 után Szovjetunióba, Angliába, BBC-ben, többször föllépett a Franciaországban, úgyhogy nagyon népszerű volt a maga korában, külföldön is. A múzeum pedagógus elmondta, hogy a tárgyak úgy lettek kiállítva, hogy egyetlen trükk se legyen leleplezve. A tárlatot december 11-ig tekinthetik meg az érdeklődők, iskolás csoportokat és természetesen felnőtteket is várnak, hiszen a bűvészet nem csak a gyerekeknek szóló műfaj. A Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében zajlik a Kultúrkortyok című sorozat. Vizi Márta régész múzeológus mesélt az 1600-as években elpusztult, egykor meghatározó mezőváros Etek kutatásának eredményeiről. Vizi Márta és Miklós Zsuzsa régészek 1996 óta kutatnak a hajdani mezőváros Ete maradványai után. Az azóta sikeresen feltárt kincsek értékelése szerte ágazó ismeretanyag birtokába jutatta a kutatókat.
Az Etei egy olyan lelőhely, mely 1600 után nem települt újjá, és ez lehetővé tette olyan a magyar középkorra vonatkozó vizsgálatok elvégzését, melyeket más lelőhelyek nem biztosítottak. Arról van szó tudvalevőleg, hogy az 1600 körül elpusztult mezőváros területén az erre a korra jellemző, illetve az ezt megelőző koroknak a maradványai maradtak fönn, tehát a későbbi korok építkezései, átépítései nem zavarták össze a dolgokat. Az mondjuk valóban létező probléma, hogy miután elpusztult a település, igazából a föld felszínén csak bizonyos nyomok és jelenségek vannak, de ezek a maguk nemében szintén egyedülállóak, hiszen a 1600 körüli település szerkezetre adnak nekünk információkat. Azokból a terepi munkákból, amiket mi közösen a Zsuzsával, majd aztán azóta én egyedül elvégeztem, eddig olyan 40 ezer tárgy van beleltározva, ami azt jelenti, ugye, hogy egy tárgynak számolom azt, amikor mondjuk akár 30 valány darabból egy fazekat összeragasztottunk, meg egynek azt a már eredetileg is egy kést vagy egy kályaszemet, amiről eleve is tudtuk, hogy egy darab. Na most ezeknek a korrekt értékelése rétegtani kultúrtörténés szempontból hát nem kevés feladatot ró ránk. Tehát azt gondolom, hogy még annak az anyagnak az elemzése is, ami a mi munkánkkal került felszínre, még elég sok időt fog igénybe venni, és még jó néhány új eredménnyel is fog szolgálni. A kutatók a település különböző részein végeztek szondázó kutatásokat. Légi felvételek tanúsága szerint mi azt gondoltuk, hogy a mai Decsi Szőlőhegyi úttól délre, ahol már a légi felvételek nem igazán mutatnak nyomokat, ami a település szerkezetet mutatná, nagy arányú, vagy hát nagyon komoly átforgatás alá járó szántás alatt mégis ott vannak azok a cölöpszerkezetes házak, amelyek, ha lesz módunk rá, akkor valóban még újabb és újabb eredményeket adhatnak számunkra. Az, amit a szántás vagy a pusztulás rétegek elfedtek, mindig rejtenek olyan dolgokat, amire nem gondolhat az ember. Most, ha csak példát mondok erre, hogy amikor a templom feltárását végeztük, akkor egy olyan jelentős fémtárgyat találtunk, ami ma a Vosinszky-Mór megyei múzeum állandó régészeti kiállításán látható, egy körmeneti keresztet. De említhetem azt is, hogy tavaly télen egy múzeumbarát fémkeresős csapattal járva a területet egy olyan ékszertípust találtunk, aminek a legközelebbi párhuzamai az egykori, illetve a mai budapesti egyetemi könyvtár építésekor kerültek elő az 1800-as évek legvégén. Magyarul arról van szó, hogy egy olyan csatpárnak a felét találtuk meg, amely az egyik felén egy női alakot, a másik felén egy férfi alakot ábrázol, hát sajnos mi csak a női alakot találtuk meg. De ez azt jelenti, hogy miután nincs még a terület a teljes területén feltárva, akár olyan tárgyi maradványokat, illetve olyan jelenségeket is megfigyelhetünk esetleg, amely vadonatúj dolgot jelent. Bár már az 1930-as években Csalog József kutatásai során rábukkantak a település edényégető kemencéjére. A modernkor vívmányait kihasználva Vizi Márta és kutatócsoportja behatárolta az egykori kutatási területeket. Én azt feltételezem, hogy ennek az edényégető kemence komplexumnak a közelében volt a fazekasnak a raktára, vagy még a műhelye is ott lehetett. Mi legalábbis feltételezzük az egyik általunk feltárt objektumról, hogy az lehetett a fazekas háza és műhelye egyben. És ami még szintén egy ilyen hasonló meglepetésszerű lelet volt a
hát most már jó néhány évvel ezelőttről, amikor emellett a fazekas műhelyének tartott helyiségben mi több köbméternyi kerámiát és kerámián belül mindenféle edénytípusokat találtunk. Az kérdés, szükséges-e teljes mezőváros feltárása ahhoz, hogy olyan megállapításokra, összefüggésekre jussanak a szakemberek, melyek nagy pontossággal elemzik Ete egykori életét. A mi 1996-ban megkezdett kutatásunk is már egy új korszakot jelentett ebben a történetben. De most ugye 2022-t írunk, és azt kell mondjam, hogy egyrészt az ásatási technikának bizonyos részei, plusz az, ami a régészetben ma már nagyon nagy teret kap, a természettudományos vizsgálatok, egyrészt kint a terepen, másrészt pedig a feltárt anyagoknak a vizsgálata, plusz a kinyert információkból megvalósítható rekonstrukciók olyan újdonságokat jelentenek, és igazság szerint nem tudhatjuk, hogy mondjuk 10-20-30-50 év múlva milyen eszközök állnak majd az akkori régészek rendelkezésére is. Azt gondolom, hogy ezért is nagyon fontos, hogy nem szabad arra törekednünk, hogy az utolsó négyzetcentiméterig föltárjuk ezeket a dolgokat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!